Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is, Monika, köszönöm a meghívást, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Elindult a 2023-24-es tanév. Milyen előkészületek előzték meg a tanév kezdetet? Nálunk még a nyári szünetben táborok zajlottak a gyerekeknek. Foci táborunk volt három spanyol önkéntes fiúval és szintén egy marista testvérrel. Jordi testvér tartotta egyébként a foci tábort a gyerekeinknek, nagy létszámmal voltak jelen, délelőttünként egy hétig tartott a tábor, és csokizással zárták a gyerekek, amit szintén a testvérek készítettek, úgyhogy nagyon jó hangulatban már kezdődött, már egy picit hangoltunk az új tanévre. Elsőseinket vártuk három napra gólyafiók a táborba, hogy megismerkedhessenek az új épületrészünkkel, velünk, pedagógusokkal, a tantermükkel, és főleg egymással és a tanítónénikkel, hogy úgy tudják kezdeni a tanévet szeptember 1-én, hogy már ismerős közegbe érkezzenek, ne legyen számukra idegen a környezet. Mi már korábban igazgatóhelyettes Tőkésné Szendrei Andrea tanárnővel hamarabb mentünk, és előkészítettük a kollégáknak, hogy zökkenőmentes legyen a tanév kezdete. Nyilván az órarendkészítéssel, nyilván a csoportok képzésével, a törvényességnek való megfelelés ellenőrzésével kezdtük a tanévet. Úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen indult. Szeptember 1-ére már terveztük a kollégákkal közösen a kis ünnepséget. Volt egy közösségi teremben egy évnyitó ünnepségünk közösen, mindannyian befértünk végre. Ugye ez volt a nagy álom, hogy beférjünk mindannyian a saját épületrészünkben egy ünnepség keretében, és aztán meglátogattuk az új plébánosunkat, Verez Zoltán plébános urat, aki várt bennünket egy tanévnyitó misére, amit szokás szerint szoktunk látogatni, és most is mentünk. Nagyon jó hangulatba telt, nyugodtan, közel kerültünk a Jóistenhez, úgy éreztük már az első alkalommal. Úgyhogy jól indult a tanévünk, köszönjük szépen! Hány fővel osztályközösségek tekintetében, évfolyamokat tekintve és a pedagógus ellátottságról is beszélgessünk? 2019 óta évről évre nő a tanulói létszámunk. Most elértük a 300 főt. 228-ról indultunk 2019-ben, most 300 fővel vagyunk a gyerekek tekintetében. 15 osztályunk van, ugye nyilván minden 8 évfolyamon. Egyetlen egy évfolyamunk, ami még páratlan, a 7. osztály, de ott nagy létszámú osztályunk van. 17 és 26 között mozognak az osztálylétszámaink, ez nagyon változó. Most már 20 alatt kevés osztályunk van, 20 fős létszám alatt. Nagy tekintetben érintettek az osztályok, sajátos nevelési igényű tanulókkal 20 főnk van, illetve BTM-en tanulókkal, akik speciális megsegítést kapnak szintén a tanórai ellátás keretében is, és fejlesztő foglalkozások tekintetében, úgyhogy ott is magas létszámmal dolgozunk. Hál' Istennek a szakos ellátottságunk és a pedagógus ellátottságunk az előző évekhez hasonlóan szinte maximális. Készségtárgyakból keresünk egyébként kolléginát, de van tanítónénink, akinek van speciális szakkollégiuma, ezügyben képzettsége, és még így is azt lehet mondani, hogy el tudjuk látni ezeket az órákat is szakszerűen. Szeretném elmondani, hogy Alexa Józsefné Editke most ment nyugdíjba, őt köszöntöttük az év végén a nyugdíjba vonulása alkalmából, de óraadóként jön vissza hozzánk tanítani. Helyette Federici Éva tanítónénink érkezett, aki az elsősöket koordinálja már nagyon kedvesen, mosolygósan és olyan lágyan, szépen anyáskodva kezeli a kis elsőseinket. És egy pedasszisztenssel bővültünk, mert a buszos utaztatás szintén a gazdasági som Győri Katika nyugdíjba vonulása miatt megoldatlanná vált, és egy pedagógus asszisztens végzi ezt a feladatot, Vadász Brigitta, aki volt tanítványunk volt. Összefonódások vannak. Mi az idei tanév fő célkitűzése? Szeretnénk visszaépíteni azokat a hagyományos rendezvényeinket, amelyeket helyszűkében már nem tudtunk megrendezni. Gondolok itt az élő Betlehemre, a Passióra, pont tegnap egyeztettünk a pasztorális bizottsággal, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk majd és hívjuk a város lakosságát, mint ahogy annó régen is tettük ezt. Szintén a közösségi nagy termünkben tudjuk ezt megrendezni, most már van rá lehetőségünk, 300 fő befogadására alkalmas pont, úgyhogy várjuk majd a kedves vendégeket, illetve nagyon sok
programunk, nálunk mindig történik valami, nekünk ez a mottunk. Ezt szeretnénk tovább folytatni, és most is már nagyon sok program, inkább szelektálunk most már. Az aktív iskola programhoz is csatlakoztunk, kaptunk egy meghívást tavaly évvégén, és most abba is belépünk, mert nagyon sok iskolai sportprogramunk van, és akkor miért ne tegyük ezt szervezett keretek között az aktív iskola tagjaként. Oda is kapcsolódtunk. Igazából most a bizottságok, mert nálunk bizottságok működnek, ők állítják össze azt a munkaterv részt, ami nem az igazgatói munkaterv része, és fésüljük majd össze szeptember végén egy közös döntés alapján készült programtervet, ami viszont hetente nagyon sok feladatot ró ránk, de a gyerekek érdekében, és azt, amit a gyerekek elvárnak tőlünk, akár szakkör tekintetében, nagyon sok szakkörünk indul, azt mindent megpróbáljuk teljesíteni, amit csak erőnkből telik, és tudunk. Mert azt gondoljuk, hogy ha a gyerek szeret az iskolában lenni, akkor hamarabb megtanulja azt, amit az órán közvetítünk számára. Beszélgetünk itt a rendezvények közül ugye a Pasióról. Melyek azok, amelyeket kiemelt rendezvényként tekintenek, és mindenképpen várják a szülőket, a város lakosságát, vezetését? Ha sorba haladunk, akkor szeptemberben a diáksportnapunk az, ami mindig családi program szokott lenni, várjuk a szülőket és futni, akár tornázni. Úgyhogy ez a rendezvényünk már most szeptember 29-én indul. Októberben pálya orientációs olyan programunk van, ami nyitott rendezvény. A középiskolák megtisztelnek bennünket, hogy képviselőket küldenek, és bemutatják az középiskolákat a környező településről is akár. Ez egy nagy rendezvény, hisz szülők is, gyermekeink is ott vannak, hogy mindent halljanak, pontos forrásból értesüljenek. Aztán novemberben nálunk mindig van gyermekek jogai nap, amire szintén várunk szülőket is, mint ahogy az eddigi években is, aki szeretett volna részt vett. Jó, hogyha mindenki tudja, hogy mihez van joga a gyermekeknek, és mik azok a kötelességek, amiket viszont teljesíteniük kell. Decemberben lesz az Élő Betlehemünk, nagy program szintén. Itt akár az Élő Betlehemre külső érdeklődőket is várunk, nem csak a szülőket, illetve azok a gyerekek is végig szoktak menni az Élő Betlehemi forgatagban, akik nem szerepelnek, hogy lássák a társaik szereplését. Januárban már készülünk ugye fél év, és február a farsangi forgatag, amikor is, úgy emlékszem, 13-ára terveztük előzetesen, de nyilván későbbiekben pontosítjuk a programot, amire várjuk a város iskoláit, óvodáit, nagyon sokat szoktak kísérni bennünket, nagyon élénk szokott lenni, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ennyire. Úgy érezzük, hogy körülül el bennünket akkor a szeretet, ahogy végigmegyünk a városon. A nagy hang, amit ki lehet adni olyankor, ami nem baj, és énekelünk, táncolunk egy kicsit, tehát arra nagyon várunk mindenkit. Márciusban egy játszóházat tartunk azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek iskolánk iránt, előkészítve a beiratkozást áprilisban. Április, illetve március végén lesz még most a Pasió is. Április hónapban szintén van, lehet, hogy azt elfelejtettem, és évvégén a ballagásunk az utolsó napon lesz, ami szintén nagy rendezvény, nagyon sokan jönnek hozzánk akkor is. Az elmúlt tanévben, már a vége fele mondhatjuk, egy hatalmas beruházásért a végére. Ugye már itt felemítettük, emlegettük az interjúban a közösségi teret, közösségi térként funkcionálnak. Beszéljünk róla, hogy mire szokták egyébként a hétköznapokban, mire lehet használni, meg magáról a fejlesztésről, illetőleg arról is, hogy mit terveznek fejlesztések, beruházások tekintetében az előttük álló időszakban. 2016-ban ötlött föl annó a fenntartó fejében az, hogy tágítani kellene a teret, mert valljuk azt, hogy minél több szép tér veszi körül a gyermekeket, annál inkább vigyáznak rá, és annál inkább magukénak érzik, és a beépül a mindennapi esztétikai élményükbe, meg az igényeik közé. Ezért aztán tervbe került, 2017-ben készültek el a tervek, és a megvalósításra most került sor egy FOP 4.1.5-ös pályázat révén, amit a fenntartó bonyolított le, még a volt igazgatónő Nagy Józsefné koordinálásával és segítségével. Hál' Istennek júniusban megkaptuk átadó ünnepség keretében a gyönyörű szép épületet, ami egy nagyon modern és aránylag nagy épületrész, az előző épületrész helyén épült. 5 tanterem van lenn,
5 első, második és harmadik osztálynak szolgáló tanterem. Oda már ergonomikus székeket rendeltünk, hogy a gyerekek gerincét is kíméljük és védjük. Nagyon tágasak, nagyon nyitottak és világosak a termek. Folyosó terünk is széles, tágas, ezért az esőben kint lévő szünetek megoldásra kerültek, mert nem kell szűkösen a folyosókon összetorlódni, hanem valóban bent tudnak lenni a gyerekek, és kényelmesen tudnak azért egy kicsit mozogni a két tanóra között, bár tanórán is a tanítónénik mozgatják a gyerekeinket, mert szükség van a frissülésre. A felső emelet, és nyilván a megfelelő számú mosdók épültek meg, akadálymentesítve van. Van egy liftjáró föl az emeletre, a lépcsőnél, hogy esetleg mozgáskorlátozott is el tudja érni minden termünket. Fönn az emeleten van egy természettudományos szaktanterem, minden felszereltséggel rendelkezik. Tartozik hozzá két szertár is, amiben szépen el tudják helyezni a kollégáim azokat az eszközöket, amiket szintén ide rendeltünk azért, hogy a biológia, a kémia, a földrajz és a fizika megfelelő módon és térben zajlódjon, és kísérletezésre is olyan lehetőség legyen, ami a gyerekek számára fontos az élmények szerzése tekintetében, illetve a cselekedtetés miatt. Van még fönn a nagy közösségi termünk, amit már nagyon vártunk, nekünk előzőleg is volt, ott most egy digitális tér és könyvtár alakult ki. Az már nagyon szépen belakták a gyerekek, illetve ott helyeztük el a történelmi tárunkat. Aki volt az átadó ünnepségen, látta, hogy a történelmi tárban összegyűjtöttünk mindent, és itt szeretném megköszönni Andrássyné Katikának, aki nálunk könyvtáros volt nagyon sokáig, mert ő őrizte ezeket a régi történelmi tárgyakat, amik az iskolánkhoz kötődnek, és most lehetőségünk nyílt, hogy ezt bemutassuk mindenkinek, aki volt diákunk volt, vagy egyáltalán érdeklődik a Zádor iskola története iránt. És a város is és is sét a keretén bizony, belül is. Bizony, Pánti Ildikó képviselőasszony is eljött hozzánk, így van a városismereti sét a keretében, és ők is végigjárták velünk, meg igyekeztünk elmondani az iskola történetét is, amilyen emlékeink vannak, forrásaink, azt próbáltuk közvetíteni számukra. Nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, hogy meglátogattak bennünket. Fönn az emeleten a nagy közösségi tér, amiről már beszéltünk, igazából most akár hangszeroktatásra, mert gitár oktatás van nálunk, az egyik testvér tanít gitár. Sipos Tóni bácsi jár tavaly is, és nagyon reméljük, hogy az idén is érkezik hozzánk fúriát oktatni a gyerekeinknek. Nagyon szeretik a gyerekek, és én úgy tudom, hogy Tóni bácsi is szeret hozzánk járni, úgyhogy várjuk szeretettel. Oda vittük a pályázatból vásárolt zongorát, 2 éves ez a zongora, úgyhogy most már azok a gyerekeink, akik egyébként autodidakta módon megtanultak zongorázni, de reméljük, hogy beiratkoznak a zeneiskolába, mert próbáljuk a művészeti iskola felé orientálni őket, hogy ott is hitelesítsék, legálissá tegyék a tudásukat. Arra is van lehetőség. Színházi előadásokra, a rendezvényeinken, minden ünnepségen, minden imán az ezeket a tereket használjuk, hisz akkor mindannyian együtt tudunk lenni. És van egy kis kápolna is az iskolában? Az meg az iskola szíve, mi úgy hívjuk, mert pont középen helyezkedik el. Aki ismeri az épületegységünket, ő tudja, hogy régen ott szolgálati lakás volt, és az a szolgálati lakás alakult át kápolnába egy pár évvel ezelőtt, Ternyák Csaba érsek úr szentelte föl. És most visszakapta régi volumenét, tehát kápolnaként tud működni. Zoltán atyával beszéltünk is róla, hogy esetleg szeretettel várjuk továbbra is, mint régen volt, hogy 3 hetente, vagy minden harmadik héten érkeztek hozzánk a hívek, és ott tartottunk egy kis misét, de majd ő látja, hogy erre van-e kapacitás. És az a kis kápolna, a Jóanyán kápolna, ami ott van, ez egy nagyon hangulatos, nagyon bensőséges kápolna teret teremt, más, mint egy katolikus templom, színes, és nyilván a katolikus templom is színes, de mivel kicsi a tér, valahogy közelebb hozza az elmélyülést a hitben, vagy a spiritualitásban. Nagyon szeretjük azt a kápolnát, nagyon sokat járunk oda. Mi magunk is pedagógusok szerdánként reggel ott imádkozunk együtt, aki ráér, aki tud jönni, és ha gyerekek érkeznek, ők is jönnek és csatlakoznak hozzánk. Az egy mindig nagyon jó szerdai feltöltődés. Úgyhogy intenzív közösség. Igen. Tehát a gyerekek igen, szempontjából igen. is, a pedagógusok szempontjából is tenni akaró cselekvő. Igen,
Ez így van, és mindig is nagyon rugalmas és gyermekcentrikus volt a mi tantestületünk. Ezt mindig meg szoktam ragadni az alkalmat, hogy elmondjam. Én 96 óta dolgozom ott, és mindig is olyan tantestület volt, aki nagyon gyermekcentrikus, szereti a gyerekeket, és okosan szereti. Következetesen próbálja a fejlődésüket, a beilleszkedésüket, a társadalmi megfelelni akarásukat és változtatni szépen ahhoz, hogy az életük olyan legyen, amiért megérdemel minden. Igen, hiszen ugye elhangzott, vannak BTM-esek, és gyerekek is őket nagyon... Így van. És akkor itt jön a szerénység, alázatosság, egyszerűség, amit valóban mindannyian közvetítünk. Úgy fogadunk el mindenkit, amilyen, és a legjobb tulajdonságait próbáljuk felfedezni, hogy abban tudjon kiteljesedni. Tanév közben a szülőkkel való kapcsolattartás, az hogyan működik, milyen, mi a tapasztalat? Én úgy tapasztalom, hogy mióta a marista testvérek nálunk vannak, és elérték azt a fajta szeretetet és biztonságot, amit a gyerekeknek tudunk biztosítani, ezt már nagyon érzik a szülők is. Mm-hmm. És nagyon hálásak azért, hogyha ők mondjuk bajba kerülnek, nyilván most elég nehéz anyagi helyzetben vannak a szülők a tanévkezdéskor, akkor próbáljuk őket adománnyal, vagy olyan dolgokkal segíteni, amire szükségük van. Egyénileg próbáljuk feltérképezni ezeket. Nyilván határainkon belül, nyilván a mi helyzetünk is egyre nehezebb az energiaárak miatt, de amit csak lehet, megpróbálunk az ő javukra is fordítani. Ezért én azt látom, hogy egyre közelebb és egyre nyitottabban közelítenek az iskola felé. Volt olyan rendezvényünk tavaly, hogy 150 szülő és vendégünk volt egyszerre egy sportrendezvényen. És semmi baj nem volt, nyugalom volt, mindenki vidám volt, végezte azokat a dolgokat, amiket elterveztünk, sőt volt, aki azt mondta, hogy jövőre szívesen segít a szervezésben. Tehát ezek mind olyan pozitív visszacsatolások, amik a pedagógusainknak, akik egyébként is nagyon nyitottak és befogadóak, nekik egy olyan megerősítés, ami tovább visz a mindennapok terheiben, mert azért nálunk sem problémamentesek a napok. Nyilván nálunk is kezelni kell azokat a dolgokat, amivel érkeznek a gyerekek, azokat a problémákat, amikkel a szülők fordulnak hozzánk, és amellett, hogy segít az ember, azért terhet is jelent ez valamilyen szinten, és abból is kell egy kicsit kijönni, tudni regenerálódni, mint a főnix madár, megrázzuk magunkat, és másnap folytatjuk tovább. Én nagyon eredményes tanévet kívánok, és abból a dinamizmusból, ahogy igazgatónő mesélt a programokról, az új közösségi térről, termekről, úgy gondolom, hogy az is lesz, és önök abszolút meg fogják tudni ezt valósítani. Mivel minden kollégám ilyen dinamikus, ezért azt gondolom, hogy valóban így is lesz, és én is kívánok minden iskolának, minden óvodának, illetve minden intézmények könnyebb, szeretettelibb, és tehermentesebb évet. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!